Szereti Isten a nagyot, szereti a kicsit is, akkor is, ha eső esik, vagy ha kék az ég. Kedves gyerekek, szeretettel köszöntelek benneteket. Már karácsony ünnepe után vagyunk, de mégis egy karácsonyhoz aránylag közel álló történetről fogunk beszélgetni. Remélem, hogy szívesen meghallgatjátok. Lukács doktor ezt jegyezte föl az Aksimeonnal kapcsolatban, aki látta Máriát, Józsefet és a gyermek Jézust. Tehát képzeljétek el, gyerekek, Simeon eljött a templomba. Már nem olyan egyszerű volt neki a templomba eljönni, fölmenni a templom hegyre, mert egy hegyen volt a templom, és oda idős embernek fölmenni lépcsőkön, vitt magával egy kis botocskát, arra támaszkodott, és szép, nyugodtan, komótosan ment, és ott volt a templom közelében. Néhány ember áldogált ott, és hát imádkoztak a szokás szerint. Tudjátok, az egy nagy tér volt, ahol az emberek összegyűltek, Izrael fiai, és ott várták az Úr áldását, és imádkoztak. Külön volt egy terület, ahol az asszonyok gyűltek össze, és imádkoztak. És külön volt egy hely, ahova a pogányokat fogadták, akik nem tartoztak Isten népéhez. Tehát sok ember volt ott az egész templomhegyen, de ahol Simeon állt, ott néhány ember imádkozott, és hogy nagyon elmélyültek. Milyen nagyszerű dolog az, amikor az emberek imádkoznak, és átélik a szívükben az Isten jelenlétét, az Isten nagy-nagy szeretetét. Ott imádkozott ő is, Simeon is, csendben volt mindenki, mert ahol imádkoznak, ott nem beszélgetnek, és nem játszanak, ott a gyerekek sem nem csipkedik egymást, hanem mindenki méltósággal volt ott, és hogy ez az idős Simeon Isten ígéretére várt. Isten ígéretére várt. Hát mi volt az Isten ígérete az egész népnek? Az, hogy eljön a Mesiás. A Mesiást mi így mondjuk, idegen szóval, de mégis magyarul, hogy a Krisztus. Krisztus, hogy eljön. A Krisztus, eljön a Mesiás, amit Izrael fiai nagyon vártak. Volt, aki nem is tudott aludni, kinéztek az ablakon, gyertyát gyújtottak, hogy jön-e már a Mesiás, és imádkoztak, hogy Maranatha, jöjj, Uram, és hogy az emberek szíve ezzel volt tele, hogy várták az Urat, és mi is várjuk az Urat, hogy majd visszajön, megnyílik az ég, és nagy kürtszóval, angyalok kíséretébe eljön az Úr, és meglátjuk őt. Simeon először találkozott a szülőkkel, a gyermek Jézussal, és boldog volt. Ő várt erre a pillanatra, hogy eljön a Mesiás. Aztán Simeon is beljebb ment a templom területére,
és ott találkozott Józseffel és Máriával. Tulajdonképpen ez egy kedves, imádkozó ember volt, aki a tekercsről is olvasta Isten igéjét, mert akkor még ilyen tekercs formában volt a Biblia, az Ószövetségi Biblia, és imádkozott, és valahogy Isten a gondolataiba azt adta, hogy megszületik a Mesiás, aki úr lesz, aki hatalmas lesz, az egész világnak a megváltója lesz, az egész világnak a megváltója lesz. És hogy nem fogsz meghalni addig, amíg el nem jön. És hát milyen különös az, hogy Simeonnak Isten tudomására adta, hogy még az életébe megszületik a Mesiás, akit már több száz évvel korábban a proféták, az egész nép várt, hogy majd eljön, ő pedig a saját szemével fogja meglátni. Isten tudomására hozta, hogy az a baba, akit Mária a karjába tart, hogy ez a Mesiás, ez az a Mesiás, és hogy nagyon felforrósodott Simeonnak a szíve. A Simeon szíve nagyon felforrósodott, és boldog volt, hogy megszületett a Mesiás, az Úr. És akkor Mária és József csodálkozva néztek Simeonra, aki elvette a kisgyermeket, Jézus Krisztus, és a karjaiba vette, és elkezdett imádkozni. Mária és József csodálattal álltak ott, hogy mi is történik itt, hogy miket mondott ez a Simeon, hogy eljött a Mesiás, hogy ő az Úr, és hogy milyen csodálatos dolgok fognak történni általa, hogy ő a megváltó, a megígért Mesiás, és nagyon-nagyon mélyen, nagyon komolyan imádkozott Simeon, a karjába tartva Jézus. Biztosan ti is boldogok lettetek volna, meg én is, hogyha abban a korban élhettem volna, és én is láthattam volna a saját szememmel a Mesiást, Jézus Krisztust, aki megszületett, aki megmentünk és szabadítunk. Milyen csodálatos ez, hogy az Úr kijelenti valakinek a szívében az, hogy Jézus Krisztus az Úr, és mi is, gyerekek, arra vágyunk, hogy az Úr, hogy a Szentlélek Isten nekünk is megmutassa Jézus Krisztust, hogy ő a Jézus Krisztus, hogy ő az Úr, és hogy ő szeret engem, és ő neki gondja lesz én rám minden napon. Meglátni Jézust, ez a legcsodálatosabb, ez a legboldogabb dolog. És aztán, amikor elmondta ezt az imádságot, akkor Simeon visszaadta az újszülettet Máriának, és a Mária szívét is nagyon mélyen érintették azok a szavak, amiket olvastam is a Bibliából nektek, amiket Simeon mondott. Ezután Simeon újra imádkozott. Ő így felemelt kézzel imádkozott,
és áldotta Máriát is, Józsefet is, a gyermek Jézust is, megáldotta őket is. Uram, mostan bocsátod el szolgádat békességgel, mert látták az én szemeim az üdvözítőt, aki az üdvösséget hozta, a nép vigasztalóját, szabadítóját, látták a szemeim, és boldogan megyek el, még a hátralévő életemben boldogan fogok élni, mert látták a szemeim a megígért Messiást. Mi ünnepeltük most az elmúlt hetekben, az elmúlt héten, ugye, a Krisztus születését, aki Betlehembe született meg, egy istálóban, és Mária csak egy jászolba szalmán tudta magához ölelni az újszülöttet. József boldog volt, és jöttek a pásztorok, és dicsőítették Istent, hogy megszületett a megváltó, és Simeon is látta őt, és boldog volt, és ha ti is hisztek, akkor meglátjátok az Urat. Itt a szívetekbe higgyetek az Úrban, Istenben, az ő fiában, Jézus Krisztusban, és áldottak, boldogok lesztek, életetek minden idejében.